Most már, hogy a mesterséges intelligencia begyűrűzött az életünkbe, most már a ChatGPT-nek, mondjuk a legismertebbnek, olyan kérdéseket tudunk föltenni a 4.0-nak, vagy 4.0-nak, ahogy konkrét válaszokat ad. Tehát én például egy napelemes problémához kerestem ilyen pontokba szedett megoldási tervet, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy jó legyen. Én gyönyörű szépen leírta. És ezen végig kell mennem persze, mert megkérdeztem egyébként a szakmai közösséget, hogy ez működik, és azt mondták, hogy jó csinálta. Tehát azt a képességünket is már átadtuk egy eminek, hogy mi kritikusan gondolkodva el tudjuk dönteni, hogy a keresett információk azok nekem jók-e vagy nem jók, és ki tudjam válogatni belőlük azokat a dolgokat, hogy átgondolva ez nekem eredményre fog vezetni. Mert már ez se kell. Mert most konkrétan a problémát megkérdezem, és elmondja, és ledarabolja. Na most ezt a tudást elveszíteni egyik pillanatról a másikra, mi lesz velünk? Tehát könyvekhez vissza fogunk menni? Nem, mert nincsenek könyveink. Igen, kidobáltuk őket nagy részét, úgyhogy én most meg is fogom őrizni a lexikonokat legalább. És mit fogsz a lexikonba találni, meg a könyvekbe, hogy mit tudom én, van egy áramszerelési problémát, ide kösd be ezt a vezetéket, meg a firelét, meg a kis megszakítót, és így csináld, úgy csináld, meg a multimétert így kell használni. Oké, rendben van, de a multiméterhez megint csak áram kell, egy 9 voltos elem, ha nincsen elemed, akkor mit csinálsz? Nincsen multimétered, nem tudsz mérni, nem tudsz alkatrészeket pútolni, stb. Tehát olyan zsákutcába kerül az ember, dolgozok a kutyás. Kutyusok dolgoznak. Olyan zsákutcába kerül az ember, amiből csak akkor tud kimozdulni, hogyha valahogy a tudást saját magánál tartja. És ez hogy? Vagy megszerzed és bővíted ezt a tudást. Tehát, hogy hát, ha megszerzed. Ha megszerzed. De te is említetted pont tegnap, hogy volt egy napelemes problémád, amit akkor megoldottál, vagy megmértél, meg nem emlékszem, hogy mi volt az, de már nem tudnád megmondani, de tök jó, hogy van videót, hogy vissza tudod nézni a saját videómból nézni. Saját videótból visszanézni. Visszanézni. Meg is mutatom nektek, hogy mi van a másik oldalon. Tehát ez van a másik oldalon. Lehet, hogy ezt kellene helyettünk mutatni a nézőknek, hogy mi történik így. Igen, a nyugalom tava. Na most Tamás került a fókuszba, hogy és a kamerának a face detektje őt vette célba. Ugye ez is nagyon jó, hogy vannak a mesterséges intelligenciának ilyen szolgáltatásai, mert ezt jól tudjuk használni. Ugye most az előző videóban említette Tamás, hogy nagyon sok mindent meg tudunk már kérdezni, nagyon sok mindenre tud válaszolni a mesterséges intelligencia, de azért vannak még korlátok. Tehát és vannak veszélye is. És ennek vannak veszélye is, igen. Vannak veszélye is. Te tudod egyébként, hogy a mesterséges intelligenciának ugye most csak a pozitív oldalát látjuk, és most nem akarok abba elmenni, hogy Skynet, meg az összes többi ilyen... Az összeesküvés elméletekben nem akarunk semmiképpen bele. Nem is összeesküvés elmélet, hanem ez a durva, hogy öntudatra épül, vagy ébred a mesterséges intelligencia. Én ebbe nem látom azt, hogy ez még a mi életünkben előfordulna, bár mindenki azt mondja, hogy exponenciálisan gyorsul a technológiának a fejlődése, és nem hiszem, hogy itt, mit tudom én, évek ezelőtt gondolta volna valaki az, hogy egyáltalán mesterséges intelligencia, mint fogalom, az létezik, és tudjuk, hogy ez mi. Viszont nekem a világunkkal kapcsolatosan két aggályom van, hogyha már így felhozta ezt a mesterséges intelligenciát. Az egyik az, hogy vajon nem lehet-e abból problematika, hogy fölhígul az információ az interneten, illetve minden területen. Mert gondoljuk is csak bele, hogy működik ez a mesterséges intelligencia. Igazából megkérdezel valamit tőle, ő előszedi
keresést a tárolt információkat végre az interneten, ugyanúgy, mint te, az összefüggéseket. Tehát az a helyzet, hogy az most ugye a ChatGPT is az nem az interneten keres, hanem... Nem az interneten, mert le van korlátozva, nem tudom meddig, de egyébként most dolgoznak azon, hogy valós szinten tudjon keresni, csak olyan szintű erőforrást igényel jelenleg, hogy nincs, aki megfizesse. Tehát most is jelenleg veszteséges, ha jól tudom, az egész ChatGPT, viszont annyi potencia van benne, és annyi befektető érkezik hozzájuk, hogy egyszerűen hát viszi előre őket a lendület. És most azt tudjuk megcsinálni, hogy rákeresünk egy információra, ő azt az információt összerakja valahogy az adatokból, és elét tárja. És azt te elfogadod, vagy nem fogadod el, vagy tovább viszed. És ugye van, nem is tudom, hogy mondják talán azt, hogy halucinál a mesterséges intelligencia, tehát ez a legjobb szó rá, hogy vissza kell ellenőrizni az adott válaszokat, mert az nem tűpontos. Be lehet állítani egy ilyen csúszkán, hogy mennyire szeretnéd, hogy kreatív legyen, és mennyire szeretnéd, tehát, hogy valamit úgy szerinted hozzátesz így az infókhoz, ami... Téved. Téved. Tehát ugyanúgy téved, mint ahogy mi emberek. Lehet, hogy már a forrás is ellentmondásos, és ott nem tudja eldönteni, de az biztos, hogy halucinál, és téved. Tehát azban nem szabad megbízni. Uh-huh. És ahogy jönnek ki az újabb és újabb AI-ok, ezek finomodnak. Uh-huh. De ezeket betanítják, ezeket az AI-okat, és egész egyszerűen téved. És nem is erre akarom kiegyezni ezt az egész dolgot, mert az, hogy téved, na bum, mi történik, nyilván nem fogjuk elfogadni készpénznek, utána kell járni, ugyanúgy, mint bármilyen másik hírt, amit hallunk, meg kell nézni a forrásokat, ütköztetni kell, és el tudjuk dönteni mi is emberek, hogy igaz ez, vagy nem igaz. Hát igen, mert ha belegondolsz, akkor én is eddig tökéletesen megbíztam ebben a rendszerben, ha kérdeztem tőle valamit, hogy például melyik gyógynövény mire való, akkor én ezt elfogadtam csont nélkül, hogy akkor ő biztos, hogy ezt tökéletesen tudja, hiszen szakkönyvekből veszi az információt. De amikor megkérdezed azt, hogy ez biztos, hogy igaz-e, és amikor tudod, hogy nem igaz, akkor elnézést kér, és azt mondja, hogy bocsánat, és akkor megy tovább egy másik kérdés, másik tehát választ. Tehát érdemes azt mindig megkérdezni tőle, és akkor... Nagyon akkor... sokszor. Aha. Tehát én napi szinten használom, és rengeteget téved. És te előfizeti akkor 4.0-ásra. Igen, előfizetés vagyunk. Aha, én is előfizettem. És nagyon sokszor téved, felsorolásokat szoktam kérni, meg minden más hasonlóakat, az egyik a másikat üti. De nagyon sokat segít, hogy téved. És itt van egy olyan faktor, ami problémát okoz szerintem. Tehát az, hogy ő téved, és ezt az információt mondjuk mi kitesszük az internetre. Tehát például... Például azt szervezte volna most meg, hogy szerkesztette volna meg a beszélgetésünk alapját. Sokan ezt már alkalmazzák, hogy egy ilyen előadást azt a ChatGPT ír meg. Igen. Tehát lehet. Már akkor benne lenne a tévedés. De mondjuk, hogyha mondjuk egy tudományos disszertációt szeretném megiratni vele, vagy csak egy véleményblogot szeretném megiratni vele. Most gondolj bele, hogyha sokan ezt egyébként ezt már használják, hogy fogják, megkönnyíti a munkájukat, egy héten írt eddig, mit tudom, 3 blogot, most 30-at ír. Mit fog csinálni? Fogja, és egy az egybe, főleg, hogyha nem annyira fontos számára a téma, hanem csak marketing eszközként használja, jönnek a látogatók, most az, hogy mi mondod leírva, és az mennyire hiteles, az most egy másodlagos kérdés számára, kiteszi ezeket a blogokat. Mit fog csinálni egy újabb kérdésre a mesterséges intelligencia? Hát ezeket a blogokat is alapul fogja venni. Igen. Amiben már eleve valamilyen szinten tévedett. Ő emlékszik rá, hogy velem miket kommunikált, és annak alapján fog velem kommunikálni. Nem erre gondolok, hanem egész egyszerűen ő információt keres. Ő nem tudja azt, hogy az a blog. Tehát például egy blognak a 80%-a igaz, és van 20%-a, ami nem igaz. Mert azt behalucinálta, de te nem veszed észre, mint ember. Te kiteszed az internetre, egy másik ember Kínában, vagy bárhol máshol rákeres erre a témára, megtalálhat-e blogodat. Értedek, mit mondasz. És a mesterséges intelligencia ír belőle még egy disszertációt. Csinálj belőle bármit, és abba is téved 20%-ot. Aha, tehát ez egy ilyen ördögi kör indul be,
hogy így hígul fel, értem már, mit mondasz, tehát azzal hígul fel az információ gyakorlatilag a ChatGPT adatbázisában is, hogy nyilván ők is az interneten is keresnek, meg ezzel is építik az adatbázisát, csak az valószínűleg valami kontroll alatt van, és nem engedik kimenni online. De attól függetlenül adatbázisokra épül az ő tudása. Persze. És majd, hogyha ott egy professzor nézi meg azt a blogot, amit ChatGPT is írt meg, és onnan elfogad információkat, és az belefűzi az ő saját tananyagába, vagy az ő könyvébe, amit viszont utána majd a ChatGPT fog adatbázisként hasznosítani, akkor van benne egy csomó csúsztatás, vagy egy csomó ilyen halucinált, nem odaillő, vagy nem valós adat. És értem, sajnos nem a, és sajnos a ChatGPT sem, és az összes többi AI sem. Nem is gondoltam egyébként eddig, elfogadtam, hogy az tévedhetetlen. Tudományos szakirodalomból tanítják. Mert miért kellene abból tanítani, amikor például én egy mákos tészta receptet szeretnék. Az melyik tudományos szakirodalomban van benne, hogy ezt úgy kell csinálni? Egyikben sincs. Tehát itt vannak finomságok, és nem lehet azt mondani, hogy az egyikre konkrétan tudom a választ, a másikra nem tudom a választ, hiszen még mi emberek is vitatkozunk sokszor egymással, és amit én igaznak hiszek, az két hét múlva lehet, hogy saját magam jövök rá arra, hogy új információkra nem annyira igaz. És sőt, itt, ez érdekes dolog, hogy előbb-utóbb mondjuk lehet, hogy évszázadokkal később, de kiderül, hogy amit hittük, hogy ez totál biztos, hogy úgy van, az nem úgy van. Én például nem mernék YouTube videózni sem. Mert? Hát egyszerűen azért, mert amit most gondolok, és elmondom azt, hogy erre az eredményre jutottam, mert utána néztem alaposan, és kiteszem egy YouTube videó csatornára, szóval kezdődően arra támaszkodik majd egy harmadik, negyedik ember, és én, amikor már egy év múlva már többet tudok az üggyel kapcsolatosan, és a saját magam állításait próbálnám, na most visszamegyek oda, és mondom azt, hogy csináljak, upgrade-el? Nem, szerintem nem. Én legalábbis nem lennék képes. De kellene. És nekem is vannak már ilyen videóim, várjuk ezt témában, ami már most túlhaladtunk rajta. És maximum azt csinálod, hogy csinálsz egy hivatkozást, hogy hát ezek az információk már nem aktuálisak teljes körben, és nem tudod leforgatni ugyanazokat a dolgokat. Hát kint vagy egy vályokháznál, megnézed, nem? És azt mondod, hogy ez az egy értékes anyag. Mondjuk 10%-a nem igaz annak a videónak, a 90%-a meg igen. Ha most újra forgatom, és van olyan videó, aminek 1 milliós nézettsége van. Tehát azt most töröljem le, amit néznek az emberek, és egyébként 90%-ban hasznos információt vizetnek el belőle, 10%-ban meg olyan info van benne, aminél már van jobb megoldás. Tehát nem olyan van benne, amiben olyan információ van, hogy megtévesztő vagy káros, azt nyilván azonnal törlöm. De amikben olyan információ van, ami akkor hasznos volt, és ott tartottunk, most meg már jobbak vannak, azzal mit kezdjünk? Tehát akkor csak upgrade-elni tudod. Meg amit észre se veszed. Észre se veszed gyakorlatilag, mert lehet, hogy mondjuk a kommentek alapján találnak jobb információt, vagy jobbat. Tehát, de akkor te is úgy működsz egy kicsit, mint a mesterséges intelligencia. Igen. Hogy te is gyakorlatilag nem szándékosan, de ő se szándékosan belehalucinál. Csak te abban különbözöl a mesterséges intelligenciától, hogy nem vagy olyan produktív. Tehát amikor te megcsinálsz egy videót, vagy megcsinálsz egy blogot, vagy bármi más hasonlót, akkor te meg tudsz csinálni x darabot. Ő x-szer milliárdszor tud megcsinálni. Tehát ő sokkal többet árthat magyarul. És sokkal többet. És azok az információk, tehát nézzük meg az embereket, hogy működnek. Mindent megosztanak, blogolnak, mindent. Ha eszükbe jött videóznak, eszükbe jött csetelnek, eszükbe bármit csináltak. Mert ez a szabadság érzete. Na most, ezt csinálják a profik is, akik mondjuk marketinggel foglalkoznak, vagy egy céget menedzselnek, vagy bármi más hasonlót. Ők is blogokat írogatnak, ugye nálunk is volt egy pár ilyen kezdeményezés, és egész egyszerűen az ő munkájukat borzasztóan megkönnyíti ez az egész dolog. De ez azzal veszélye jel, hogy fölhívó az információ, és én konkrétan azt gondolom, hogy ez egy óriási veszély a mesterséges intelligenciának, hogy annyira fölhígítja az információt, hogy már mi emberek magunk, ha keresünk valamit, hitelesnek tűnő dolgok közül kell választanunk, és nincsen kockodó pont. Nem tudjuk, hogy mi alapján döntjük. Nem is gondoltam bele, hogy ez mennyire mindennel összefügg, és azt szerintem nagyon meg kéne jegyezni, ugye a YouTube videóban is most már van egy ilyen bejelölési lehetőség, hogy valós dolgokat tartalmaz-e az én videóm, vagy pedig van benne egy ilyen mesterséges intelligencia által generált tartalom. És ez valószínűleg nem véletlenül van így. Tehát lehet, hogy erre rájöttek egyébként már a mesterséges intelligencia megalkotói is, hogy ez egy probléma forrás lehet.
De már az a baj, hogy már most is kiment az éterbe rengeteg ilyen blog, meg rengeteg ilyen dolog. És ez folyamatosan megy. És lehetnek benne tévedések, és én értem, hogy mit mondasz, tehát, hogy igazából ezt nem professzorok gyártják sok esetben, hanem én is azzal szembesülök a YouTube csatornámon, hogy a hozzászólók nagy része, az most ilyen csúnyán szólva ilyen fotel szakértő, aki olvasgat ezt-azt az interneten, közelről még mondjuk villanyautót, bocsánat, csak itt a kutyus veszélyezteti a kamerákat. Szóval, hogy villanyautót lehet, hogy még közelről nem látod, de már van róla véleménye. És hogyha ezek is bekerülnek ebbe a körforgásba, és ezeket az írásokat is mondjuk egy mesterséges intelligencia releváns információnak tekinti, amit mondjuk butaságból írt valaki le, akkor mi a helyzet? És ez egy valós kockázat tényleg, hogy... És ez csak még a szavak szintjén van. Most gondolj bele abba, hogy ugye képeket is tudunk manipulálni. Uh-huh. Tehát bármit, ha mi szavakkal kérünk egy tájat Magyarországról, ami mondjuk hófőtt csúcsokat tartalmaz, és előtte van egy tó, mögötte egy sziklás barlang, megcsinálja. És nincs ilyen hely Magyarországon. Mert ez egy fantázia szüleménye, nem mondod akkor, meg gyakorlatilag. Akkor lehet, hogy ezért van a YouTube-ban is ez a grafikára vonatkozik főként. A grafikára mindenképpen tehát, hogy vonatkozik. Tehát, semmiképpen se úgy vegye, hogy ez egy valós dolog. Igen, csak ezt követhetetlen. Tehát ez nem lehet. A EXIF adatában mondjuk be lehet írni, hogy ezen mi készítetted, de ezt pillanatok alatt bármilyen program kitörli. Nem tudok olyat elképzelni, ami ha csak nem, valami vízjelet kell beletenni pixel szinten, hogy ezt tudjuk azt, hogy ez emmi készítette. És nem nekünk kell tudni, hanem egy másik emminek, ami egy kérdésre csak gyakorlatilag választ akar adni, és itt ezek csak a képek, és most jönnek a videók. Tehát olyan életű videókat készít már, hogy egyszerűen... Hogyne, persze. Ez borzasztó. Csak képek néhány. Nagyon borzasztó jó videókat készít. Mi ugye látványtervezéssel foglalkozunk, és pontosan ezeket a dolgokat rágjuk le, hogy lehet az MI-t használni, vagy hogy lehet CGI dolgokat készíteni, ami nem valós, hanem látvány ingatlanokhoz, filmekhez, meg mindenhova, de borzasztó jó lehet használni az MI, a mesterséges intelligenciát. Viszont ez azt jelenti, hogy minden megkérdőjelezhető. Uh-huh.